Szigorú büntetések, 31 büntető eljárás indult eddig azok ellen, akik eltiltás hatálya alatt vezettek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Fejlesztések Bökönyben, a belvíz elvezetési rendszer kiépítése és az idősek nappali ellátását kiszolgáló új épület az idei két legfontosabb beruházás a településen. Idén is Szabolcs községben kezdődött a megyenapi rendezvény sorozat. A magyarság egyik legősibb települése minden évben kiemelt helyszíne az ünnepnek. Itt tartották ugyanis 1992. május 20-án a Szent Zsinatot Első László vezetésével, melyen a magyar törvényalkotás alapjait fektették le. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! A megyei önkormányzat ennek tiszteletére ezt a napot nyilvánította 2005-ben megyenappá. Az eseményen a szabolcsi református templom kertjében álló Szent László mellszobornál helyezték el koszorúikat Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vezetői. Minden évben a megyenapi ünnepségünket itt kezdjük, aztán pedig a megye különböző pontjain meghívásoknak elegettébe tartjuk a megyenapi ünnepséget, ahol kitüntetések átadására kerül sor, megemlékezésre, ünnepi szónokratra, műsorra. Tavaly Zajtán a megye talán legkeletibb településén tartottuk, most pedig a nyugati végén a mai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének Tiszavasváriban tartjuk a megyenapot, és minden évben más-más helyszínen, ilyen módon ráirányítva a megye figyelmét, vagy a megye lakóinak figyelmét egy-egy településre, és azt gondolom, hogy a helyiek is szívesen veszik, hogy egy-egy alkalommal 20-30 évente kerülhet sorra egy település, de ott leszünk minden településre, igyekszünk, és a megye a legváltozatosabb tájait, településeit bevonni ebbe az ünnepségbe. A Tiszavasváriban tartott megyenapi ünnepségről hétfői híradónkban láthatnak hosszabb beszámolót. 31 büntető eljárás indult eddig azok ellen, akik eltiltás hatálya alatt vezettek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A májusi törvénymódosítással a vezetéstől eltiltott sofőröket akár 3 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetik. A nyíregyházi járási ügyészség 15 esetben már vádat is emelt. Legutóbb a bíróság első fokon végrehajtandó börtönbüntetést szabott ki a vádlottal szemben. Május 14-től számít bűncselekménynek, ha valaki a járművezetéstől eltiltás ellenére ül volán mögé. Akit a szabálysértési hatóság tilt el, vétség miatt 1 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Szigorúbb döntésre számíthatnak azok, akiktől bíróság vette el a jogosítványt. Ők büntettet követnek el, és akár 3 évet is kaphatnak. A nyíregyházi járási ügyészségen az elmúlt 3,5 hónap alatt 31 sofőr ellen indult eljárás. Eddig 15 vádemelés történt ilyen ügyekben, tipikusan gyorsított eljárásban bíróság elé állítással zajlanak ezek az ügyek. Az elkövető előéletétől függően, tehát hogy volt-e már büntetve, vagy büntetlen előéletű, alakulnak a büntetés kiszabási gyakorlat is. Az ügyészség kiemelten fontos bűncselekményként kezeli ezen cselekményeket, és a törvény teljes szigorával kíván fellépni az elkövetőkkel szemben. Tipikusan pénzbüntetés, abban az esetben az indítványunk, hogyha büntetlen előéletű szeméről van szó, illetve súlyosabb esetekben, tehát ha többször fordult már elő, többször került összeütközésbe a törvénnyel, akkor felfüggesztett szabadságvesztés, elzárás, vagy pedig végrehajtandó szabadságvesztés az indítványunk, és természetesen ezek mellett a járművezetéstől eltiltás minden esetben. Nyáron kényszerintézkedésekre is szükség volt olyan sofőrök ellen, akik rövid időn belül többször vezettek eltiltás hatálya alatt. Az ügyészség mindhárom elkövetővel szemben indítványozta letartóztatást, a bíróság két esetben úgy gondolta, hogy ennek helyt ad, egy esetben pedig egy enyhébb kényszerintézkedést, a bűnügyi felügyeletet rendelt el. Ezekben az ügyekben már ítélet is született, bár egyik ügyben sem jogerősen, hiszen az ügyészség mindhárom esetben súlyosításért fellebbezett, elzárás, büntetés, illetve a legutóbbi esetben végrehajtandó szabadságvesztés került kiszabásra járművezetéstől eltiltással együtt.
akitől fél évnél hosszabb időre veszik el a jogosítványt, a jelenlegi szabályozás értelmében kötelező utóképzésen kell részt vennie. Ez nem egyezik meg a hagyományos vezetői tanfolyammal, a szabályt kijátszani pedig nem lehet. Annak is kötelező ez az utóképzés, akinek 18 vagy annál több büntetőpontja gyűlt össze. Nekik az okmányiroda fél évre vonja be a vezetői engedélyt, a pontok összegyűlését követő 8 napon belül. A belvíz elvezetési rendszer kiépítése és az idősek nappali ellátását kiszolgáló új épület Bökön két legfontosabb beruházása idén. A fejlesztések pedig folytatódnak, a település legforgalmasabb útját még ősszel leaszfaltozzák. Az önkormányzat tervei között szerepel még egy bölcsőde építése és egy kerékpárút kialakítása Téglás irányában. Erre azért is van szükség, mert azon a szakaszon két halálos kimenetelű gázolás is történt az elmúlt egy évben. Aki csak ritkán jár Bökönyben, észrevehette, milyen változáson esett át a község főtere. Térkő borítja a művelődési ház és a polgármesteri hivatal előtti területet, de új játszótér és új piac is található a centrumban. A település útjai azonban repedezettek és nehezen járhatóak. Nem csak a több évtizedes használat, hanem a nemrég elkészült szennyvízrendszer is sok kárt tett az aszfaltban. Ugyan néhány kisebb utcát a Magyar Falu programnak köszönhetően már újra aszfaltoztak, szükség van további felújításokra. Igaz, hogy aszfaltos útjaink vannak, de a minősége kifogásolható, hiszen a szennyvízberuházás megtörténte után nem úgy épült vissza, ahogy az eredeti állapotban volt, hiszen 30-40 éves aszfaltot törtek fel, és azt az aszfaltot már visszatenni normálisan nem is igen lehet. De a bölcsődénk a legnagyobb álmunk, aminek a tervezése megtörtént. Hát most pályázzuk, és van ígéret a következő évben, hogy ez meg is valósuljon. Ez a legfőbb álmunk, de itt a főtérnek még azt a részét, ami még kívánnivalót hagy maga után, még azt szeretnénk kialakítani, minél szebbé tenni településünket és jobbá. A közlekedés biztonság megteremtése elsődleges az önkormányzat számára. Téglás irányában már másfél kilométeren újra aszfaltozták a főutat, ez még az ősz folyamán folytatódik a településen belül. Kerékpárút építését is szorgalmazza a lakosság, hiszen több halálos baleset is történt a környéken a közelmúltban. A falufejlesztési programban Bökön túlsó táblájától Geszterét tábláig fog megépülni ez a 8 kilométeres útszakasz, és a maradék a megyetáblától Téglássorompóig, illetve Geszterédtáblától Balkánysorompóig, ez a része pedig tavasszal fog a toppos programban megépülni, úgyhogy nagyon reméljük és bízunk benne, hogy ez teljesen úgy lesz, hogy valóra fog válni, hiszen ez a környék nagy álma. És meg kell mondanom azt is, hogy Bökönyi és Téglás közötti kerékpárútra nagyon nagy szükség lenne, azért, mert az elmúlt két évben két halálos áldozata volt a kerékpárosoknak. A polgármester hozzátette, Bökön összképét jelentősen javítja a község kibővített idősek otthona. Ez a jövőben már nem csak bentlakásos intézményként üzemel, napközben várja a település valamennyi nyugdíjasát, akik itt tölthetik el szabad idejüket. A község a felzárkóztatásra is nagy hangsúlyt fektet, a napokban szociális béllakásokat adtak át, amelyet 10 szegregátumban élő család vett ideiglenesen birtokba. A mai gyerekek egészségi állapota rosszabb, mint a szüleiké. Ezt mutatják a WHO legfrissebb adatai. A statisztikák szerint minden negyedik kislány és minden ötödik kisfiú elhízott. A leggyakoribbak a mozgásszervi és testtartásbeli problémák, amelyek oka az orvosok szerint a gyerekek körében is tapasztalható mozgásszegény életmód. A mozgás népszerűsítése és a családok szórakoztatása céljából szerveztek egészségmegőrző családi napot Újfehértón. A játékvár bölcsőde színes programokkal várta nem csak a legkisebbeket. Nagyon sokat kell gyümölcsöt tenni. Nagyon sokat kell tornázni. Nagyon sokat kell pihenni. Már a gyerekek is tudják, mi az egészséges életmód záloga. A kicsik esetében a helyes táplálkozás mellett az önfelett szabadtéri játék a legfontosabb a szakemberek szerint. Az újfehértói játékvár bölcsőde 2,6 millió forintot nyert arra, hogy népszerűsítse a mozgást, tartalmas programokat szervezzen, emellett fölhívja a családok és a közösen eltöltött szabadidő fontosságára a figyelmet.
Kutatási eredmények bizonyítják azt, hogy sajnos a mai gyerekeknek az egészségállapota lényegesen rosszabb, mint a szüleiké. Mozgásszervi problémával rendelkeznek, lényegesen több azoknak a gyerekeknek a száma, aki cukorbeteg, aki aszmás és mozgásszervi tartásbeli problémával rendelkezik. A felmérések szerint egyre gyakoribbak a mozgásszervi és testtartásbeli problémák, valamint egyre több az aszmás és cukorbeteg gyerek. Ennek oka, hogy sokat ülnek a televízió és a számítógép előtt, sok cukros italt és édességet fogyasztanak. A harmonikus test és lelki fejlődés érdekében Újfehérton több tartalmas szabadidős programmal várják a családokat. Nyíregyház és Debrecen ölelésében szeretnénk egy olyan város kialakítani, ahol a fiatalok és a fiatal családok jól érzik magukat. Ezekből a két nagyvárosból, vagy a környező kis településekről is dönthetnek úgy, vagy döntsenek úgy, hogy itt Újfehérton szeretnének élni, és itt telepedjenek le. Ehhez nekünk nagyon fontos az, hogy olyan infrastruktúrális fejlesztéseket hajtsunk végre, amelyek az itt lakók életkörülményeit javítják. Építsünk a gyerekeknek minél több játszóteret, minél több kikapcsolódási lehetőséget a fiataloknak, hiszen úgy gondolom, hogy Újfehérte egy olyan gyönyörű város, amelynek ezt az adottságát, amivel rendelkezik, ki kell használnunk, és nagyon fontos az, hogy a fiatalokat helyben tartsuk, illetve minél több fiatalt hozzunk ide a városba. Ennek ugye több útja van, munkahelyteremtés, élhető körülmények kialakítása, nem túl magas ingatlanárak. Úgy gondolom Újfehérte ebben mind a háromban jól szerepelhet, úgyhogy nagyon fontos, hogy minél több fiatalt hozzunk ide Újfehértre. A családi napon kerekítő foglalkozással melegítettek be a legkisebbek, majd zenés táncos felvonulás után a múzeumkertben folytatódtak a programok. Az uniós program keretében november végéig előadásokat is szerveznek különböző témákban. Szó lesz például a gyermekkori mozgásfejlődésről, a gyermekek lelki fejlődéséről és az egészséges táplálkozásról is. Új zöld felületekkel és különböző közösségi terekkel bővült Nyíregyháza az utóbbi hónapokban. Pihenésre és a sportolásra is alkalmassá tették a Bencúr és Bessenyei teret, de megújult a Pazonyi tér, az Arany János utca és a Bújtosi Városliget is. A több mint 1,5 milliárd forintból megvalósított zöld város projekt által Nyíregyháza egyik ikonikus épületét, a Bocskai Kálmán szolgáltatóházat is átalakították, ami selfie múzeumként üzemel a jövőben. Tavaly nyáron még javában dolgoztak az utakon és a park kialakításán a Bencúr és a Bessenyei téren. Idén tavaszra teljesen elkészültek a felújításokkal. Új térkövek, futópályák, különböző pihenőfelületek díszítik a megyeszékhely egyik leglátogatottabb környezetét. Ez talán a legszembetűnőbb változása a megyeszékhely zöldváros projektjének. Mint azt Úrich Attila alpolgármester mondta, valamennyi korosztály számára kikapcsolódást nyújthat a megújult közösségi tér. Olyan tereket szeretünk volna építeni, amelyek több funkciósak. Hogyha mondjuk valaki bejön a belvárosba, a kulturális negyedbe és látja a Bencúr és Bessenyei teret, akkor láthatja azt, hogy teljesen átalakult a térnek a szerkezete. Nagyon sok növényt ültettünk nyilván, de olyan járdák és olyan átkelő lehetőségek vannak, amelyek eddig nem voltak, biztonságosabban tehették meg. Aki futni szeretne, azoknak rekordtempáját építettünk, aki pihenni, azoknak padokat adtunk a diákoknak, free wifi-t, ami szerintem elég jó, vagy olyan eszközöket, amelyeken tudnak még pihenni is, a gyerekeknek játszóteret. Nem mellesleg azt gondolom, hogy szebbek is lettek azért ezek a terek. A 1,5 milliárd forintos keretösszeg lehetőséget adott még például a Bocskai és a Kálmán utca sarkán lévő helyi védettséget élvező épület felújítására, ami a jövőben már egy egyedülálló selfie múzeumként és kávéházként üzemel. Az Arany János utcán is történtek átalakítások, itt a növényállomány bővült, de megújult a Bújtosi Városliget és a Pazonyi tér a projektnek köszönhetően. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Tájékoztatja a lakosságot, hogy szeptember 13-án hétfőn Nyíregyházán az Irinyi János utca teljes páratlan oldalán a szigeteletlen légvezeték alatti fák gajazási munkálatait végzik a Nyírvévé Nonprofit Kft. Szakemberei. Kérik a lakosokat, hogy az akadálytalan munkavégzés érdekében a feltüntetett időpontban és az érintett területen gépjárműveikkel ne parkoljanak, valamint fokozott figyelemmel közlekedjenek.
Jótékonysági horgászatot rendeznek szombaton a Leveleki tavon. Az összefogás célja, hogy a horgászok és a kezdeményezés támogatók adományaiból olyan gyerekek életét segítsék, akik a világjárvány miatt váltak fél árvává, esetleg teljesen árvává. A horgászni vagy a támogatni vágyók az Országos Jótékonysági Horgászat honlapján is tájékozódhatnak. Több mint 7 millió forintot gyűjtöttek a nyíregyházi Józsa András Oktatókórház gyermekosztályának országos és megyei vadászszervezetek. Az együttműködés hatására a hazai horgásztársadalom összefogására készülnek szeptemberben. Idén először három helyszínen országos jótékonysági horgászatot rendeznek, szeptember 11-én a Dunántúlon Keszthelyen, és ezzel egy időben a Szabolcs-Szatmár-Beregi Leveleki tónál várják a horgászokat. Itt, mint házigazda, annyival tudok nekik kedveskedni, hogy mivel a horgászat az egy sokrétű sport, több válfaja létezik. Itt, ha olyan érkezők, érdeklődők lesznek, akik esetleg csónakos pergetést vagy pergetést szeretnének, akkor ez a nagy víztározó és az itt rugalmasan segítő csapatom ezt lehetővé fogja tenni. Az esemény sorozat célja, hogy a COVID-járvány miatt árván vagy félárván maradt gyermekeket támogassák a Regőci István alapítványon keresztül. A szervezők honlappal segítik az adományozás menetét. Elindult az OIH, Országos Jótékonysági Horgász napnak a weboldala, az oih.hu. Ott nagyon kezelhető weboldalon a horgászni vágyók és a támogatni vágyók a bizonyos fülek megnyitásával látják, hogy mit szeretnének részt venni helyszínen, pecázni egy jót, együtt, barátként és egy nemes cél érdekében, vagy nincs rá esetleg lehetőségük, és csak anyagilag szeretnék támogatni ezt a dolgot. A jótékonysági horgászat utolsó eseményét szeptember 19-én Pilismaróton rendezik meg. A szervezők célja, hogy jövőre az ország valamennyi megyéjének összefogásával több helyszínen rendezzenek ilyen eseménysorozatot. Rangadóval folytatódik a bajnokság a kisvárdai futballcsapat számára. João Janeiro éllovas együttese az NB1 hatodik fordulójában a második helyezett Puskás Akadémia otthonában lép pályára. A mérkőzés vasárnap 17 óra 30 perckor kezdődik a felcsúti Pancsó arénában. A tabella élén töltötte a válogatott meccsek miatti szünetet a kisvárdai futballcsapat. João Janeiro együttese az eddigi 5 fordulóban 12 pontot gyűjtött és 3 pont előnnyel vezet az egyel kevesebb meccset játszó Puskás Akadémia előtt. Révész Attila sportigazgató szerint, bár örülnek a jelenlegi állapotnak, nem értékelik túl az eddigi szereplést. Az, hogy elsők vagyunk, az egyértelműen nagyon pozitív, ugyanakkor több helyen nyilatkoztam már, hogy ez nem csak nekünk köszönhető, természetesen a sikerek azok igen, de annak, hogy az első helyen vagyunk, annak nem csak mi vagyunk az okozója, hanem a többi csapat is, elsősorban a Ferencváros, ugye, aki a bajnoki mérkőzéseit egyelőre elhalasztott, a kettőt is, illetve a Puskás Akadémia, aki pontszámban még utolérhet, de hát az egyik meccsen egymás ellen játszanak, úgyhogy ketten nem tudnak utolérni, de nem ez a fontos, hanem az a fontos, hogy a tavalyi csapatunk az erősödött, ahhoz képest tudtunk fejlődni, tudtunk előrelépni, a játékunk is változott egy picit, és ez bizakodásra ad okot a későbbiek során. Tulajdonképpen a 33. forduló után kell majd mérleket vonni, ez egy nagyon jó rajt. Ez köszönhető annak, hogy együtt maradt a társaság. A tavalyi csapat szerepe tulajdonképpen egy támadó jött be a kezdőcsapatba, a Messanovic, a Viana helyett, és ezért ez az összeszokottság ez megmutatkozott. Amikor egy csapat jól szerepel, a keret minden játékos a pályán akar lenni. Nincs ez másként Kisvárdán sem. Talán mondhatjuk, hogy ez az a legnagyobb problémát az edzőstáb számára, ugyanis azokat is tűzben kell tartani, akik most nem kerültek oda. Gondolok itt elsősorban a sérülésbe visszajövő Lukászra, Gosztonyira, akik korábban megszokták, hogy állandó helyük volt a kezdőcsapatban, és most bizony nagyon nehéz beverekedniük magukat, illetve a Rubus is ide tartozik, a Kamá is, akik a tavalyi szezonban szerepeltek. De van egy olyan pozitív dolog is, hogy az akadémiákról feljövő fiatal játékos is bizony mallany jogon kopogtat a kezdőcsapatnak az ajtaján, és az elmúlt időszakban a beállásai rendre pozitív élményt nyújtottak.
A Kisvárdára vasárnap rangadó vár, mivel a második helyezett Puskás Akadémia otthonában lép pályára az Éllovas. Nagyon jó csapat, tudjuk jól a Puskás Akadémia. Tavaly is rendkívül jó mérkőzéseket játszottunk velük. A célunk az a korábbi mérkőzésekhez hasonlóan most is ugyanaz. Szeretnénk megtartani a pozíciónkat, de nem emiatt megyünk oda, hanem nyerni szeretnénk. Az NBA egy hatodik fordulójának további párosítása a következő, DVSC Gyirmót, Budapest Honvéd Ferencváros, Paks MTK Budapest, Mezőkövesd Molfehérvár FC és Újpest Zalaegerszeg. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. 31 büntető eljárás indult eddig azok ellen, akik eltiltás hatálya alatt vezettek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A májusi törvénymódosítással a vezetéstől eltiltott sofőröket akár 3 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetik. A nyíregyházi járási ügyészség 15 esetben már vádat is emelt. Legutóbb a bíróság első fokon végrehajtandó börtönbüntetést szabott ki a bádlottal szemben. A belvíz elvezetési rendszer kiépítése és az idősek nappali ellátását kiszolgáló új épület Bökönny két legfontosabb beruházása idén. A fejlesztések pedig folytatódnak, a település legforgalmasabb útját még ősszel leaszfaltozzák. Az önkormányzat tervei között szerepel még egy bölcsőde építése és egy kerékpárút kialakítása Téglás irányában. Erre azért is van nagy szükség, mert azon a szakaszon 2 halálos kimenetelű gázolás is történt az elmúlt 1 évben. Szeptember 10-én pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, szombaton heti hír összefoglalóval, hétfőn pedig már a legfrissebb hírekkel várjuk majd Önöket. Töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra! Éjjel túlnyomóan derült, csapadékmentes időre van kilátás, gyenge lesz a légmozgás, sőt több helyen szélcsend várható. A hőmérséklet hajnalban általában 7 és 14 fok között alakul. Szombaton marad a napos idő, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, főként az ország nyugati és keleti szélein. Csapadék nem lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 29 fok között várható. Vasárnap napos idő várható fátyol felhőkkel, néhol előfordulhat zápor, esetleg egy-egy zivatar. A maximum hőmérséklet 25 és 29 fok között várható.